Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra és egy beszélgetésre, és nagyon örülök neki, hogy így módon is találkozhatunk. Hogyan szereted a kávét, feketén vagy fehéren? Talán inkább fehéren. Jó, akkor kérünk neked egy teljes kávét, és szeretnélek téged is megvendégelni egy olyan süteménnyel, amit Nádas Hajnalka alkotott, egy hozzád hasonló alkotóművész, aki neked nagyon kedves, jó ismerősöd, az ő kreációja, a feketén-fehéren nevű sütemény. Külön meglepetés számomra. Mai vendégem az a nyíregyházi fiatalember, aki bár a hétköznapokban a közművelődésben tevékenykedik, az utóbbi években, szinte minden pillanatban, különböző virágkompozíciókon és különleges dekorációs megoldásokon töri a fejét. Saját magát a pillanatművészének nevezi, hiszen főként élő virágokkal dolgozik. Az utóbbi évek országos elsőséget, több dobogós helyezést és címlapfotót is hoztak számára a munkája elismeréseként. Vendégem Gerlicki Zoltán, virágkötő, interiőrtervező, aki a kávéért és a süteményért cserébe élő virágékszerekkel lepett meg, és találkozásunk alkalmával szívesen válaszolt néhány kérdésemre feketén-fehéren. Én azt hiszem, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, és nagyon szépen köszönöm azokat, amik így rám kerültek, virágékszerek. Most aztán mondhatjuk stílusosan, hogy virágot a virágnak, hogy egy ibolya azért eléggé tud örülni ezeknek a gyönyörűségeknek. És hát azért itt élő virágokról van szó, ugye Zoli? Igen, minden élő virág, és kicsit megpróbáltam neked is kedvezni, és ibolya is van benne, igaz, hogy fogföldi ibolya, és nem erdei nagy ibolya, de azért mégis valami kis ibolya. Én bevallom őszintén, hogy nem láttam még ehhez hasonló alkotásokat, viszont a közösségi oldal ugye elérhető minden pillanatban, és az utóbbi időben láttam, hogy azon túl, hogy a csodálatos kreációidat elkészíted a menyasszonyoknak, vagy az ünnepelteknek, mert hát ugye nem csak esküvők kapcsán, és hogy ékszergyanánt élő virágokat kezdtél el használni. Mennyire nyitottak erre a hölgyek? Hát manapság egyre inkább végülis az esküvői kötészetben használjuk leginkább ezeket. Hát azt kell mondjam, hogy leginkább hajdíszeket kell készítenünk a menyasszonyoknak, de hát egyre többen már bemerik vállalni akár egy nyakéket, vagy mondjuk egy kardíszt. A kardíszeket egyre inkább, mert hogy a nyoszülőlányoknak például kardíszeket szoktunk készíteni, vagy kis fejkoszorúkat a kis nyoszülőlányoknak szintén, de volt már, hogy mennyasszony kért saját magának egy ilyen kis hippi esküvőre valami fejdíszt. Én elbírom képzelni, hogy eléggé le vannak kötve a hétvégéid, és itt talán egyéb más típusú rendezvények kapcsán a hétköznapjaid is, ha mással nem, az agyalással, a gondolkodással, a kreálással. De hány éve lopta be az életedbe magát ez az esküvői iparág? Már elnézést, hogy így fogalmazok, de hát ez egy óriási terület, és azt gondolom, hogy óriási lehetőségek vannak benne a szépség megvalósítására. Igen, tehát valamilyen szinten én azt gondolom, hogy tehát ezzel egy kicsit értéket is teremtünk meg ízlést is formálunk ezekkel a növényekkel, hiszen egy szép dolgot adunk a menyasszonyra mondjuk például, vagy ugyanakkor, én mindig azt mondom, valamilyen szinten a pillanat művésze vagyok, hiszen ezek azért elhervadnak, tehát engem mindig megfogtak a virágok a színeikkel, a formáikkal, és az, ahogy élő növénnyel dolgozik az ember, az egy külön dolog, hiszen nem egy olyan, mint hogy egy festő fog egy ecsetet és egy palettát, és akkor már is készíti a különböző alkotásait. Nagyon előre dolgozni nem lehet. Igen, hát igen. Ezek nekem álmatlan ézagákat szoktak igen okozni, de hát végülis ezzel jár, és én ezt nagyon szeretem, akkor miért ne csinálnám.
Hát azt kell mondjam, hogy az esküvői iparág, hát már igen régen, mert hogy a öcsémnek a egyik kedves barátnyák csináltam az első mennyasszonyi csokrot, és ez ilyen, hát szerintem ilyen 20 éves koromban szerintem. Tehát, de miért gondolták, hogy te csináld? Megmondom őszintén, hogy én egy kertész családból származom, igazából a szüleim kertészkedtek, és akkor engem ez valamilyen szinten azon túl, hogy a piacon én árultam, és gyerekként már ott nőttem föl, jobban érdekelt ennek a művészeti része. Tehát az, hogy láttam azt, hogy gyerekként megkötöttem egy csokrot, és akkor szívesen elvitték, sőt volt, amikor elvittem a virágboltos, és eladta a virágboltjában. Ezért úgy gondoltam, hogy akkor ezzel kicsit komolyabban is lehet foglalkozni. Ugyanakkor, hogy saját vállalkozásba csak akkor kezdtem, amikor elvégeztem egy UKS tanfolyamot. Mert hát úgy gondoltam, hogy legyen róla egy papírom, bár túl sokat megmondom őszintén, hogy inkább én tanítottam a többieket, mint tanultam volna. Ezt én autodidakta módon sajátítottam el mindent, minden technikát szinte, és talán ez is az értéke, és tudom, szívemben ez is áll közel hozzám, ez az egész szakma. Hát gyönyörűségesek, amiket készítettél, azért mi is egy komolyabb évfordulónál úgy gondoltuk, hogy azért te készítsd el az ünnepednek a csokrát, és az a nagyon érdekes, ha ezt személyes élményként elmondhatom, hogy ugye azt se tudjuk, hogy mire számíthatunk. Tehát nagyjából elmondjuk, hogy ilyenre gondoltunk, ilyesmire gondoltunk, és akkor azért neked sikerül fölülmúlnod azt, amit a megrendelő kér. Nézd, Iba, én nem tudom, tehát van egy olyan adottságom, nem tudom, hogy ez lehet, hogy valahonnan Istentől, vagy nem tudom kitől, hogy rá tudok arra az emberre igazából, úgy át tudom élni azt, amit ő gondol. Megmondom, hogy amikor felveszem az esküvőket, általában én kitöltök egy adatlapot, és én kikérdezem őket. Tehát minden részleteik, hogy mégis milyen hobbiuk van esetleg, szeretnék ezt visszalátni az esküvőben, a színeket átbeszéljük azt, hogy milyen virágokat szeretnek. Sőt, én arra is kitérek, hogy manapság egyre több az allergiás, hogy esetleg valaki nem-e allergiás közülük. Ugyanis volt már rá példa, hogy tehát nem használhatok olyan növényeket akkor, amikor valaki allergiás, hogy illatosok legyenek, vagy valami allergén legyen. Tehát én ezt így komplexen szoktam mindig átbeszélni, akár több alkalommal is. Sőt, hát volt olyan, hogy egy évet készültünk úgymond az esküvőre, mert voltak olyanok is. Szeretem, amikor találunk ki valamilyen tematikát egy esküvőnek, hiszen az attól lesz különleges, és akkor attól lesz egyedi és olyan, amilyet ők szeretnének. Mikor volt az neked, Zoli, hogy megérett a helyzet arra, hogy a te területeden lévő versenykiírásra mertél jelentkezni? Hát nézd, Ibolya, megmondom őszintén, hogy legelőször a 2007-ben, tehát 2006-ban végeztem az OKS tanfolyamon, 2007-ben úgy gondoltam, hogy az advent kiállításra viszek fel egy anyagot, ez a Néprajzi Múzeumban volt. És a Néprajzi Múzeumban a Guba Ági nagymesterünk, aki hát szegény már nincs az élők sorában, és Áginének félig meddig majdnem azt köszönhettem, hogy abba hagytam ezt az egész szakmát, mert hogy hát úgy ott sertefertélt, és akkor hát ez meg ki című volt. Nem, hogy oda jött volna, hogy bemutatkozzon, hogyha érdekelte volna az, hogy mit csinálják. Utólag én tudom, hogy ilyen személyiségű volt az Ági néni, de ő egy ilyen nagy név volt a szakmában, és akkor így kicsit majdnem úgy éreztem, hogy hát akkor lehet, hogy valami nagyon nem jót csináltam, de ugyanakkor szerintem nagyon érdekes és különleges dolgokat készítettem. Tehát az volt az első ilyen. És akkor úgy évekig én ezt így nem is forszíroztam, akkor még a Virágkötő Egyesületben benne voltam, és akkor utána abba is hagytam ezt az egyesületedét. És hát azért csak morfondírozott ez bennem, tehát valamilyen szinten ez az én utam, én ezt tudom nagyon jól. És hát 2015-ben, ez azért elég nagy... Igen, nagy kihagyás. Nagy kihagyás. 2015-ben döntöttem úgy, hogy annyira érdekel ez engem, hogy akkor mestervizsgát kéne ebből tenni.
És hát utána jártam, hogy hogyan lehet ezeket, tehát milyen szakmai végzettség kell hozzá, lehet-e OKS tanfolyammal csinálni, milyen hány év szakmai gyakorlat kell hozzá. És akkor, mivel ezek megvoltak, így mertem jelentkezni, és így talán az is segített, hogy én sokat köszönhetek a Tulipa Kft-nek, és hogy ott is az egyik virágkötő elment erre mestervizsgálni, és akkor így közösen így jártunk erre a képzésre. És hát ott megmondom őszintén, hogy tehát a szakmának főként olyan alapjait tanultuk meg, amit hát úgy nem minden nap tanul meg az ember, bár főként elméletben, tehát nagyon érdekes, hogy elméleti oktatás volt, és onnantól kezdve a vizsgamunkát pedig magunknak kellett állni, és magunk teljesen, tehát teljes mértékig nekünk kellett kitalálni, persze megterveztük, és hát én elhoztam itt a tervdokumentációt, milyen volt a tervdokumentáció, hogy egy kicsit érdekesség. És az Omékon kellett nekünk, akkor még hál' Istennek, én nagyon örülök, mert akkor nagy látogatottsága volt ennek a mestervizsgának, hogy az Omékon mutathattuk be azt, hogy mit tudunk, és mindenki kapott néhány négyzetmétert. Természetesen mindig szép szűkült ez a történet, és akkor már a végén, amiket kitalált az ember, egyre nehezebb volt bele sufolni, hiszen a mestervizsgának az az alapja, hogy meg kell csinálnunk egy térinstallációt, meg kell csinálnunk egy terített asztalt, egy mennyasszony csokrot és egy kézben kötött nagy csokrot. Tehát erre van olyan 3-4 óra körülbelül. Elő lehet készülni, mert előtte nap persze természetesen előkészülhettünk, de a növényanyagot nem lehetett beletenni. Tehát ilyen kellékeket, egyéb ilyen dolgokat fölhelyezhettünk, elrakadtuk. És igen kemény volt, megmondom őszintén, tehát izzadtam, mint nagyon-nagyon gyorsan kellett azért... Hát a tét. Hát a tét, igen, azért az is, megmondom, hogy nehéz volt úgy, hogy közben az időt is nézed. Mert hogy az ember kicsit elművészkedi ezt valamilyen szinten, és akkor szeretne minél különlegesebbet, érdekesebbet alkotni. És de ez sikerült. Sikerült, persze, igen, meg szerintem ugye elsők között voltam, megmondom, mert tényleg azt tapasztaltam, hogy a vizsgabizottságnak is nagyon tetszett az, amit csináltam, maga a színvilága is nagyon tetszett, hiszen egy türkizlila kombináció volt. Bár igen nehéz szülés volt ez is, mert ugyanis nem engedték azt, hogy két egyforma dolog legyen. Tehát valaki a úszadékfákkal akar dolgozni, akkor még egy ugyanolyan ne legyen. Tehát pedig lehet, hogy érdekes lett volna. Persze, tehát volt egy szakmai vezetőnk, a Szabó János, akinek szintén nagyon sokat köszönhetek, hiszen a János az az igazi magyarországi nagymester, tehát ő versenybíró, tehát ilyen nemzetközi versenybíró is egyben, és tehát tényleg ő az, aki mind a mai napig a mestervizsgákon a gyakorlati részt oktatja. És tehát hozzá kellett mindenkinek, személyesen a saját kertjében volt úgymond az elbeszélgetés, és akkor mindig vittük a kis alapokat, meg a különböző dolgokat, és akkor hát a János volt az, aki végül is, meg a többiek is, aki rávezettek, mert akkoriban volt egy ilyen Art Deco esküvőm, hogy akkor legyen az Art Deco, és akkor az Art Deco az úgy belopta a szívét az én kis szívembe, vagy nem, hogy is mondjam, tehát belopta a szívembe magát az Art Deco, és úgy jobban utána jártam ennek a történetnek is, és próbáltam olyan anyagokat használni, azt a stílust erősíteni. Tehát érdekes, hogy egy legyező volt például a mennyasszony csokrom. Tehát ez is egy ilyen, nem egy mindennapi forma. És hát valószínűleg ez olyan szinten megmaradt nekem ez az Art Deco, hogy az idei esküvő bemutatómban is láthattak tőlem Art Deco dolgokat. Hát én azért találkoztam veled egy párszor az elmúlt évek alatt, de nem túl sokszor, viszont amikor találkoztunk, akkor mindig történt éppen valami. Most ennek a következő párperces beszélgetésnek az elején azért én azt szeretném elmondani, hogy mi
tizen sok évvel ezelőtt kollégák voltunk, akkor úgy hívták Váci Mihály kulturális központ, nem is kulturális központ, művelődési központ, és gyermekcentrum, és gyermekcentrum voltunk igen, mi. És ugye én, amit az egyéniségednek ebből a részéből tudtam, az az, hogy amikor jött március 15-e, vagy augusztus 20-a, vagy amikor az adventre készültünk, vagy bármilyen rendezvényre, akkor aki díszítette a színpadot, vagy kreálta, azért te voltál az egyik. Tehát ez azért kijött ott azon a területen is, de én például azt nem tudtam, hogy a háttérben ilyen dolgok vannak, és emlékszem, nemrégiben akkor futottunk össze, amikor egy országos versenyt nyertél. Hát igen, és akkor így visszatérve arra, hogy mikor is kezdtem el versenyezni, tehát a mestervizsga utáni évben, ugyanis ez úgy történik, hogy Magyarországon a virágkötők és a virágkereskedő vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete fogja össze ezt a rendezvényt. Illetve hát ez Tatán szokott megvalósulni, a Tatai Várban, illetve környékén, a török-kori átjáróban van egy kiállítás, és a várban van maga a verseny. És ez ilyen meghívásos verseny, tehát nem akárki mehet igazából erre a versenyre, aki úgy gondolja, hogy na most akkor ő érez magában ambíciót, hanem az egyesület kiküldi azoknak, akikre ő gondol, és ezt követően, aki érez magában annyi affinitást, akkor az jelentkezik erre. És abban az évben érdekes módon pont esküvő téma volt, egy boldogságkaput kellett elkészíteni, valamint kellett egy mennyasszony csokrot és egy szülőköszöntő csokrot, tehát ezek voltak a feladatok, amihez igen érdekes kiírás volt, mert hogy csak kerti növényeket lehetett felhasználni. És én tartottam is magam ez a kiíráshoz, tehát mentem és a orvosi körforgalomban loptam a rózsát, és a nem tudom volt, tehát én megmentem napkoron, és becsöngettem egy házba, hogy akkor csókolom, tessék adni nekem abból a mákból, mert hogy az annyira szép, és akkor ez érdekes volt, igen, mert hogy meghatároztánk a stílusokat. Tehát egy vonalas grafikus stílusban kellett alkotni, és pont ezek a kerti növények nem azok, amik úgy a természetben össze-vissza görbén nőnek, vagy nem, tehát elég nehéz volt az összeszedni a növényanyagot, meg kitalálni azt, hogy akkor ez tényleg vonalas grafikus stílus legyen. És hát harmadik lettem, tehát bronzérmet kaptam, így összesített kategóriában, illetve a szülőköszöntő csokromat is harmadiknak értékelték. Tehát itt igazából úgy majd kategóriánként is osztanak díjakat, és akkor egy összetett díjazás is van. Igazából akkor kezdtem ezt az egész versenyzést, és akkor rákövetkezendő évben meg az esküvői kiállítás kapcsán kitaláltak egy hát esküvői csokorversenyt, amit, hát megmondom, szintén ez is úgy alakult, hogy mivel nekem itthon feladatom volt, szintén itthon is esküvő kiállítás volt, és bevállaltam standokat, amiket meg kellett csinálni, ezért én elkészítettem ezt a csokrot, tehát amúgy is úgy volt, hogy el kell készíteni, és el kell küldeni, vagy föl kell vinni, és ki kell helyezni. És egy kedves vásárosnami kollégám, meg csoporttársam az, aki fölvitte a csokrot, és helyezte ki, mert az ő fia is indult a versenyen. És éjszaka jött a telefon, hogy már pedig hol másnap menjek Budapestre. És mondtam, hogy hát én nem tudok, mert egy egyes bált kell dekorálnom, de ezt hogy de hogyha Istent ismerek, akkor is menjek föl, mert hogy nyert valamit a csokort. Hát gondoltam, valami harmadik helyet megint kapott a csokor, és hát nagy meglepetésemre első díjat kaptam, és kicsit csodálkoztam is ezen, mert hogy így ültünk ott hárman, vittük a csokrokat, és akkor a színpad szélén, és akkor egyszer csak szólítják a Takács Danit, aztán utána a Nagy Gábort, és akkor végül engem, tehát én nem is tudtam, hogy hova tegyem ezt az egészet. Mert valójában én mindig úgy érzem, hogy megcsinálok valamit, és akkor utána el tudom engedni, éli a saját kis életét, és azt gondolom, hogy még mit tudok ebben fejlődni. Tehát, hogy kitapasztaltam azt, hogy ezt hogy csináltam meg, de lehet, hogy csinálnék valami mást másképpen hozzá. És nem éreztem én ezt, hogy én ezt így megnyerem.
persze nagy öröm volt számomra, és akkor ennek az volt az adék, hogy az idén már én bemutatózhattam a Pesten az esküvői kiállításon. Neked vagy nektek, akik ezzel a dologgal foglalkoztok, egy jó botanikusnak kell lenni. Hát igen, azért ismerni kell itt a virágfajtákat, a növényeket, illetve hát egyre több olyan növény jön ki, hogy aztán tényleg nézzünk itt, hogy milyen színek. Ezek honnan jönnek ki? Hát ezeket Hollandiában külön termesztik, illetve hát keresztezik, és akkor új növényfajtákat próbálnak színeket összeporozni, úgymond, vagy van olyan, amit ilyen mikroszaporítással végeznek. Tehát azért láttok már ennyi orchideát például a kertészetekben, illetve akár már az Obiban, Tescóban, vagy bárhol, mert hogy ezeket már mikroszaporítással pillanatok alatt úgymond kész növényekké fejleszték, és akkor azt követően pedig ott van a kész termék. Tehát Hollandiában el nem tudom mondani, milyen krizantémgyárak vannak. Tehát, hogy egyik nap levágják, a másik nap már ültetik, és újra adják nekik a tápoldatokat, és olyan üvegházak vannak, amiket már távirányítós vezérléssel már akár a világ másik végéről tudja akár megnézni, milyen páratartalom van, és akkor... És ti honnan tudtok tájékozódni ezekről? Az internetről? Vagy szaklapok vannak? Hát igazából leginkább... egyre több webshop van, tehát webshopon is tudjuk már egyenesen Hollandiában rendelni a növényeket, viszont Magyarországon van Közép-Európa legnagyobb virágpiaca, Szigetszentmiklóson, a Flora Hungária, és ott a magyar termelők is megjelennek, sőt, főként magyar termelők vannak, és mellette a Hollandiából behozott növények. Tehát az a virágkötők mekkája, mondjuk úgy igazából, mert hogyha oda elmész, akkor ott szinte a kellékektől a bármit be tud szerezni. De gondolom, hogy azért neked vannak olyan munkáid, felkéréseid, ahol, és most nem akarok leragadni csak az esküvőknél, ahol nincsenek is virágok. Van két optika, Máté Szalkán, akik ők már több éven keresztül családi napokat például, vagy karácsonyi partikat rendeznek. Mondjuk a karácsonyi partiban mindig van növény, de tényleg olyan dolgokat kell megoldanom, hogy például a tavalyi évben a holyakért föl egy olyan dekorációra, egy ilyen családi napot kellett dekorálnunk, ahol négy városnak kellett megjelenni a sátorban, úgymond, ahol meg kellett jeleníteni Tájföldet, akkor Bangkok volt az egyik, azt tudom, a másik... talán Texas volt, tehát azokban a városokban, ahol vannak holyagyárak, azokat a városokat kellett megjeleníteni, és olyan érdekes volt ezt úgy megvalósítani, hogy akkor ezért kultúránkat kellett külön bemutatni. Tehát voltak japán origami madarak, amik lógtak föntről, meg a Buddha, meg a nem tudom micsoda, és mégis egy komplex egészt tudtunk belőle csinálni, és nagyon értékelték, és tényleg jól érezték magukat az emberek is benne, mert vitték haza kis asztali díszeket például, tehát jó hangulata volt. Szerintem láttam olyan fotókat is tőled, ahol valami komolyabb születésnap volt, valami motoros klubos, vagy létezik, vagy ez is egy esküvő volt? Volt esküvőm is egy olyan, igen, de volt hogy születésnapra kértek föl. A motoros esküvő volt szerint számomra az egyik nagyon nagy érdekesség, hiszen tehát ott olyan dolgokat kell, például a jó mondjuk bicikli micsodákat, ezeket a csapágyakat, meg küllőket, meg nem tudom micsodákat kellett be, meg motorgumikat kaptam, amiket be kellett dekorálni. A mennyasszonynak külön kérése volt például, hogy a szalvéta gyűrűk ilyen nagy alátétek voltak, ilyen nagy alumínium alátétek, akkor például a bicikligumi belsővel vontam le gömböket, és akkor azok voltak még az asztalon. Akkor az édes pillanatok asztalt, mert van egy ilyen, ahol candy bárnak is szokták ezt nevezni, én édes pillanatoknak találtam ki, hogy mégis magyarosítsuk ezt a történetet, és ott is például kis motorok, ilyen cross motor makettek voltak, például ilyen bukósisakot kellett bedekorálni, tehát
vagy motoros csizmákban volt például, hogy az összeadó helyhez mentek a növények, és akkor nagyon érdekes voltam, hogy meg élveztem csinálni, megmondom őszintén. Milyen távolságokból keresnek meg? Mert én gondolom, hogy nem csak azért Szabolcs megyébe vállal. Hát legmesszebb Budapesten dekoráltunk, de igazából... Van elég feladat? Van feladat, és ezt a három megyét elég, hogyha lefedjük, én néha úgy érzem, mert most is a Palotaszállóban volt esküvőnk, például Lilafüreden, vagy Tokajban a zsinagógát díszítettük, meg hajót dekoráltunk a múlt hétvégén. Én ezeket nagyon szeretem, mert azért egy kihívás, meg feladat. Azért nem mindegy, hogy például mondjuk egy ilyen több méteres ablakban mekkora dekorációt csinálsz, mert hát most nem lehet egy pici virágtálat tudod tenni. És nagyon köszönte a most hétvégi ifjú Párizs, hogy ez ilyen filmekbe illő volt ez az egész dekoráció. De gondolom, hogy neked is azért saját magad felé, mert elég komoly elvárásaid vannak. Hát igen, tehát úgy gondolom, hogy másképp nem lett kell a megfelelő alázat egy ilyen szakmához is, mert ha nincs meg, akkor nem ér semmit az egész. Ez igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a hétköznapokban te azért nem ezt csinálod. Hát igen, nem ezt csinálom. Egyre inkább a felé tendálunk, hogy nekem ez az utam, és ezt kell csinálnom. Én ezt tudom nagyon jól, de még egyelőre művelődés szervező vagyok, és dolgozom egy művelődési házban. Azért gyakran azon kapom magam, hogy már megint ezen gondolkodom, és egyszer megkérdezték tőlem, amikor ezt a magazinos történetet megnyertük, hogy és hol szereztem be növényeket. És akkor mondtam, hogy a Guszevban megláttam bizonyos növényeket, és hogy amikor éppen mentem a tuliba kertjébe, és gyorsan kiugrottam a kocsiba, és összeszedtem, hogy nekem milyen látásmódom van. Tehát megyek a kocsival mondjuk egy úton, és akkor közben azt figyelem, hogy milyen növények is hol vannak. Sose lehet tudni, mikor kellhet esetleg. És akkor tehát például ez a fotón is, ez a fejdísz, például ezek a növények, például a csipkebogyók, tehát ilyen természetben begyűjthető dolgok, tehát nem feltétlen csak azokat a dolgokat használom, amiket így be lehet szerezni egy nagy kereskedésben, vagy egy webshopon, hanem pont ez a jó benne. A dekorációs eszközökkel is ezt csinálod, mert közben eszembe jutott, hogy egyszer meg úgy találkoztunk, hogy ilyen lomos üzletekben voltál, vagy ilyen régiség boltokban, ahol ilyen különleges darabokat kerestél. Hát igen, nekem van egy ilyen lomos túrám, úgymond, amire el szoktam néha menni, mert vadászom ezeket, igen. De te többször jártál már így, nem, hogy a dekorációidat, a sajátodat elvitték, vagy elkérték, vagy megvették? Hát igen, volt már erre példa többször, igen. De hát az a jó, szerintem, hogyha az embernek... Én mindig azt mondom, hogy ha van ötleted, akkor onnantól kezdve már nem lényeg az, hogy most azt a valamit meg akarja venni, vagy el akarják vinni, mert én tudok kitalálni mást. Én ezt megtarthatom magamnak? Igen, én azt szeretném neked. Nagyon szépen köszönöm. A műsor nevét viselő feketén-fehéren desszert kizárólagos készítője a hamarosan megnyitó Drazsé cukrászda.